Sziasztok nézőink! PC Guru kicsomagolós videó következik ismét Mackóval. Most egy amerikai kiadónak a filmeivel foglalkozunk. A Wild Eye Releasing élő reklámjai, élő mozgó reklámjai lettünk. Az lenne ettől király, hogyha szemünk is így lógna, mint a... Beragasztatjuk az arcunkat. Ez egy ilyen nagy tetkó így a bicire fel. Na, miket hoztál? Mi van a ládában? Hát itt a ládában érdekes dolgok vannak. Úristen, de durva milyen, fú, ezek az ilyen 1,5 pontot is elérik az hát ilyen tulajdonképpen, végben. Hogy néztem ezt a Wild Eye Releasing-et, ugye ez egy amerikai cég, hát így kb. Mint hogyha testvércége lenne ez a Asylum-nak. Mm-hmm. Tehát ilyen nagyon olcsó, sokszor nagyon nagyon indi, sőt az indinek is az indi. Megmondom őszintén, hogy az Asylum filmjét ritkán tudom megnézni. Mondjuk egy-két tréler egyébként felkeltette az érdeklődésemet. Tehát úgy van, amit megnézni nagyon szívesen, és meg is fogok, ugye. De nem biztos, hogy így összessége mindegyik az én. Kéne egy szike, nem? És így nem, ezt mindig megoldjuk. Mindig megoldjátok? Nem. Ó, és így van, hogy VHS csomag. Fú, mik lesznek itt gyerekek. Na. Az egyetlen Blu-ray, ezt azért bontottam ki legelőször, mert próbáltam egyébként... A javával kezdünk. Próbáltam időrendbe állítani. Az amerikai múmia. Igen. Így. Nagyon csillogott. 2014-es film, hát semmi extra, igazából a 3D az egyetlen különlegessége. Szóval ez nem rossz, mert még akkor is, hogyha talán nem egy AAA film, az, hogy 3D-ben megcsinálták, az azt jelenti, hogy azért foglalkoztak vele egy post-production szinten. Aha, egy Fangoria idézet van rajta, 82 perc. És talán ez nem is kapott olyan gyenge értékeléseket is, hogy nézem, 3D és 2D-s verziók rajta vannak. 82, az nincs ráírva, hogy milyen hangminőség. Ez érdekes, mert az előző kicsomagolós videóban, vagy a másikban, ahol a német anyagok voltak, a német kiadónak a cuccai, ott például fel volt tüntetve mindegyiknél, hogy... Mondjuk igen. Tehát egy... Annyi minden na, került itt az asztalra, baj... nem lát, tényleg annyi minden van itt, hogy így... Nem, a fő probléma nem fér az asztalra. Az, hogy igazából összekevertem valahogy, sikerült, mert ezeket évszám szerint azért sorba raktam. Ja, nem! Ja, itt van, bocsánat, igen. Én nyúltam bele. Na, ugye ez volt az egyetlen, ami Blu-ray, uh-huh. És akkor ez 2014-es új-mexikói sivatagban a fiatalok találnak valami múmiát, aztán persze felélesztik, mert miért ne. Borzalmasnak tűnik egyébként. Nem is tudom, hogy ezt miért. Ugorjunk inkább. És akkor itt a Swamphead. Ismeretlen színészek, valami relikvia, és akkor jön a szápofej, nem tudom micsoda. Fú, ez a mocsárfej. Tehát igazából ez azért lesz jó ez a videó, mert Krisz majd belevág a trélerekből, és akkor lehet rajtuk röhögni. Misztikus mocsárfej. De igazából még mi is elröhögünk rajtuk. Olyan képek vannak itt a hátul, de az vagy nem biztos, hogy lehet látni, de hogy ha megnézitek alulról azt a második fejet, hát az kőkemény. Így élőben még durvább. Hát hogy ilyen kedves bugrisnek tűnik, nem is egy ilyen szörnyűséges. Over the top bloodbath. A vér is folyik, gyerekek. Ez a poén, hogy még VHS-t is küldtek, ezt én odaadom neked. Úgy tényleg, mint amikor a Vico TK-ba bementél 1992-be. De marha jól néz ki? Szerintem hát ez ártja. Milyen illata van? Az igazi tapasztalt reskendező filmje. VHS. Valami szexmániás fickó egyébként arra szól. Szexmániás fickó megfektette valami papnőt, ilyen okkult papnőt, és akkor elszabadul a pokra. Lelkem ezért el fog égedni, égni. Ez a DVD-nek nem olyan jó a borító, tehát ez a videó között a borító az zseniális szerintem. Egyébként csak kijött ez a lelkem mágián fog elégni. Volt egy ilyen fórumos szólás, hogy mágián fognak elégedni, az megvan? Nem. Nincs, mindegy, majd elmondom. Kedves nézők, ebből kimaradtok. Viszont a Disco Exorcist, ez nagyon kőkemény cucc. No, ez, tehát a videó között az ezerszer jobban néz ki, mint a DVD. Tényleg sokkal jobban néz ki. És az Alter Bridge énekes is szerepel benne. Nem csak úgy néz ki. Jó, hát ez a Bloodsuckers Handbook. Ez ilyen nagyon-nagyon rossznak tűnik.
például. Vérszívó kézikönyvet. És valami szövetségi ügynököt, egy papot kérnek meg, hogy segítsen nekik a vámpírok elleni harcban. Tehát ez a sztori már önmagában olyan, hogy valakinek ezért fizettek. A borító az olyan, mint egy ilyen korai Slipknot, vagy nem is tudom, Mudvaynek volt egy ilyen klipje, hogy Dig, abban néztek így a Mudvayne zenészei. Nem tudom, ha valaki ismeri, akkor be lehet munkálni oda a komment szekcióba. Nem biztos, hogy Chris az... Ja, igen. Hát nem, nem fel. Igen, végül is hozzászólásban. Hozzászólásban bekerülhet. És még egy VHS. A halálos karácsony. Ez mondjuk érdekelne, csak videókazettán, meg is egy videó lejátszom, már nincs. Egyébként múltkor én is úgy tudtam digitalizálni ilyen családi videókat, hogy így kölcsön kellett kérni videót, mert ami otthon van, az már vagy nem működik, vagy hát nem is tudom, talán szüleimnél van. És ilyen, az az érdekes, egy kicsit ilyen igénytelenül, vagy most hajtottam rá a matricát, tehát hogy egy kicsit így fel volt hunkorodva a vége a matricának, és ilyen ferdén van rárakva. Tehát már eleve trash. Jó, igen. Hát figyelj, adja. Ez egy három részes horror vígjátéknek a középső darabja, amúgy is a testvérpár, aki szerepel benne, abban az egyik az a rendező. Ez a César Endotto közül. Na, viszont ennek nagyon tetszik a borítója, tetszik az artwork. Cicis maca, nyuszi elmezben. Szadom az a cicis maca, kiszmaszban és... Nem tudom, honnan jönnek ezek mind olyanok voltak, ami ez valami zenét vagy zenekart lehetett eddig tenni. Ezt simán el tudok képzelni, egy darabolós, őrült metalcore zenét. Tényleg úgy néz ki, vagy nem tudom, ilyen albumborítónak is elmenne egyébként. És az a lényeg, hogy ilyen buli van, aztán a lánynak és a barátainak valami őrült el kell Halloween party után szembenéznie. Ilyen úgy írják le, hogy sexy slasher. Mindent elmond a borító. Sexy slasher. De mondom, ez szimpa. Csak elírták, mert ezt a pu, ezt nem sima ivel kéne írni, hanem y-nal. Bumi. Na, elmegy úgy intézetben ragadt fiatalok, The Control Group. Láttunk már pár ilyet. Igen, és persze elszabadul a pokol, meg Brad Dourif is ott van egyébként velük, tehát ez mondjuk ennek a filmnek a pozitívuma valószínűleg. Ugye a gyerekjáték sorozatgyilkos, Brad Dourif. Ez valahogy ilyen kivételesen nagyon büdös ez a doboz. Ez nem a műanyag intézetnek a szaga. Nem tudom, a kínai piacnak a szaga sajnos, ez a rettenetes Blu-ray-tok, vagy ilyen DVD-tok. Skip. Butcher Possessions. Hát ez is a ne továbbja így a kreativitásnak. Amikor egy kifordult, torzult. Hát webes videók készítése, gonosz ellen megidézés, és az minden egész found footage stílusban. Aha. Az ennek is. Az is büdi, akkor ezek a sima, ez tényleg látszik, hogy vannak különböző típusú tokok. Ez a kettő, ez pont ugye nagyon is, ez is jó büdi. Bezzeg, a bunnyt azt nem rontották el a büdös tokkal, ez teljesen semleges műanyag szagú, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy a film minőségét eleve előjelzi azt, hogy mennyire büdös tokba rakják vele. Oké. Nem, megfejtjük ezeket a titkokat. Vannak ilyen együttállások. All Hell Breaks Loose. Valami motoros banda elrabolja a főszereplőnek a feleségét, és akkor összeszed egy ilyen kisebb brigádot, és kiszabadítják. Ez ilyen... Úgy néz ki, mint a Michael Douglas az összeomlásban, tehát egy ilyen geek csávó inkben, vagy ez rendőr, nem is tudom. Hát ilyen geek kinézetű csávó megy a shotgunnal, aztán rendet tesz. Ez se büdös, úgyhogy ez lehet, nem. Hogy... Ez egész jó, lehet ilyen grand lehet, hogy megér egy nézést. Tales of Poe, ez azért érdekel kis meg. Filmek, antológia. Kis filmek, Poe, és akkor a Poe-nak a történetei. És az igazi különlegesség, hogy Adrian King játszik benne. Adrian King, aki a Péntek 13 első részében volt. Ó, és ebben még egy kis lap is van. Na, mutasd csak meg. Tales of Poe. Nem kifejezetten ízléses a borító. Hát nem, egyébként nagyon nem. De talán egy fokkal talán igényesebb, mint az eddigi dolgok. 120 perces színes film. Ez a Poe is egy ilyen... Igen, érdekes. Egyébként ezek mind tényleg... Ez se büdös, úgyhogy figyelj, lehet, hogy nézhet. Lehet, sőt, a tokok közül, hogy nézem, ennek van így a leg...
jobb, és ez régiómentes, bár NTSC képformátum, ami talán annyi, hogy progresszív, vagy internet. Igazából manapság már teljesen mindegy, csak régió független legyen. Igen. Meg ezek tényleg kis költségvetésű filmek, és nem is olyan drágák, mert ezeket azért nem olyan borzalmas beszeretni. Na erről csak rosszat lehet hallani mindenhol. Viszont annyira tetszik nekem megint csak az Artwork. Igazából. Ha nem tiszteled a tó szellemét, akkor a tó meg fog téged. Igen, valami ilyesmi van egyébként, ez is talán ilyen found footage, és akkor elmegy egy csapat egy tóhoz, nem tisztelik, és akkor megjelenik valami szellem, meg szörnyek. Belepisülnek a tóba, és a tóból kijön a csápos hölgy, és egyesével. Szerintem ez ilyen kis aranyos, kis gyilkolásos dolognak tűnik. Itt közben a torony mindjárt beleér a kamerába, olyan durva, ez nem semmi mennyiség. 20 valamennyit küldtek. Egyébként ezt így csodálkoztam is, hogy úristen. De mondjuk ezekről sokat nem is lehet elmondani, mert annyira tipikusak, meg mondjuk ez nem tipikus, tehát erre így nem találok szavakat, amióta megtudtam, hogy ilyen létezik. Shark Exorcist. Most erről azt kell tudni, hogy pont ennek a trailerét így végig büdi, nem? Nem, jó? Nem. Pedig a trailer alapján ennek a topnak nagyon büdösnek kéne lenni. Hát eleve gondoljuk bele, nagyon egy ördögi cápa. Így van, és ez egy nagyon alacsony költségvetésű valami, tehát ez olyan, mint hogy most kimegyünk. A trailer alapján legalábbis olyan, hogy kimentek az iPhone-nal, aztán felvették, hogy a cápa kiugrik a vízből. Jó, azt nem, épp nem tudták felvenni, de minden mást igen. A Csajszinek is ilyen furcsa szája van. Hát eleve a sztori, hogy egy démoni apáca megidézi a poklot egy cápa képében, tehát így. Hát figyelj, itt tengerparton laknak, azoknak a tenger hozzá el a szörnyet, akik a hegyekbe laknak, ott a yeti a szörnyetek, tehát ez mindig olyan, hogy... Queen Crab, ez mondjuk tetszett a trailer alapján, egy meteorit belecsapódik a földbe, és feléleszt egy több évszázados szörnyetege, de ilyen stop motion, óriás rák, és én imádom a stop motion filmeket. Aha, jó, egész érdekes tokja van, nem is büdi. Trailerből remélem, hogy lesz benne. A királyrák helyett királynőrák. Na most ebben az a tényleg ilyen stop motion szörnyike van rajta, biztos bevágjátok majd, hogy egy kis bevágja a trailert. Igen. Erről a Queen Crabről az jut eszembe, hogy volt ez a telefonos Ubisoftos Shark játék, ami olyan volt, mint az Echo, csak folyamatosan zaválni kellett a cápába. És ha lementél alulra a barlangba, akkor ott volt egy ilyen óriássá. Megöltöd és nem történt semmi. Tehát még csak pontot se adott rendesen. De lehet, hogy minden egyes halál, hogyha rákölt meg, akkor az mindig egy percet hozzátett a filmhez. Valami, ja igen, a játékhoz. Raiders of the Lost Shark. Raiders of the Lost Shark, ez ugye egy szójáték valószínűleg indivel. A Lost Ark. Az elveszett... Frilláda. Az elveszett frigy cápa fosztogatói. Tessék, a magyar filmfordítóknak egy olyan ötletet adtunk, hogyha egyszer ez bármikor kiadásra kerül a magyar filmes piacon, akkor az elveszett frigy cápa fosztogatói kell, hogy legyen a cím. És ugye aztán szerintem pakoljuk ide, és akkor jó, el fogunk igen. férni. Pedig azt akartam várni, hogy várom, hogy mikor nő bele a toronya képbe, de hát ez nem fog akkor így eszteni. De az itt is ugye a sztori, az valami elmebeteg őrültség, hogy fiatalok vakációznak, és valami fegyveres cápa jelenik meg. Tehát, hogy fegyverek vannak a cápába beleépítve. Hát akkor az csak a szokásos. Én nem láttam még olyan cápát, aminek a hátában nem nő ki egy ilyen második világháborús kísérletbe oda tapasztott valami, és a cápa is már 100 éves. Én csak ilyen cápákat láttam. Szerencsére nem nézem meg ezeket a trash, nagyon rossz cápa filmeket. Nekem is nem, a valóságban. Csak. Ja, hogy a valóságban. Szerintem más valóságban élünk. Lehet. Our Network. Méghozzá ez az első rész, ez a kis ilyen kisebb sztorik. Érdekes trailere igen, volt. Igen, karácsonyi sztori, ezt tetszett benne. Hát az ilyen antológiákban mindig jó ki lehet bontakozni, mert ha van egy ilyen sztori, ami nem fér el, vagy nem bírja el, vagy 80 perc, 90 perc hosszúságban túl hosszú lenne, kis negyedórás kisfilmet csinálnak belőle, lehet még úgy érdekesebb, meg feszesebb is, mint hogyha horrorfilmek meg kifejezetten jó szokott. Igen, kifejezetten szeretem általában egyébként az ilyen kis antológia filmeket. Meg ezeket a fajta ilyen 28 nappal később jellegű filmeket is, és itt egyébként a főszereplő, a rendező is egyben. Ez is ilyen kicsit kézikamerás jellegű. Nem mindig jelent jót, azért tegyük hozzá. Nem mindig. De a trailer alapján ez úgy egész érdekesnek tűnt. Ezt így. Nagyon 28 nappal később másolat.
De hogyha ránézel. De gondolom azért London belvárosát nem állították meg, csak hát itt van valami kisváros. Hát itt is az van, hogy főszereplő felébred valami vírus által, hogy fertőzöttekkel teli világban, és akkor... Szokásos. Igen. No, Deadass Monster Killer, ez ilyen nagyon trashnek És egyébként ez is viszonylag jó pontokat kapott. Igen. Olyan, mintha a Shaftet, a Sin City-t és Lovecraft-nek a... Bizony. Grunge műveit összemixelni. És tényleg úgy néz ki, hogy a Sin City-re riffel eléggé a borító. Meg az ilyen régi, tényleg ilyen Blaxploitation filmekre. Ez tényleg úgy egész jó pofának tűnik, úgyhogy ez még érdekel is. És ebben is stop motion óriás szörnyek. Aha, és olyan vicces is, már a borítóján is látszik, hogy egy kicsit tényleg ilyen Necronomicon. Time to get your Necronomic on. Egész jó dumot. Ez érdekel, ezt magammal is hiszem megnézni este. Csak vicceltem. Neon Dead ez, ami még egyébként jó pofa olyan szempontból, hogy ez kicsit ilyen homázs a régi ilyen Evil Deadnek és társadalmi. És ő nem összekeverendő a Neon Demonnel. Igen, mert a névválasztás az... Igen, nagyon még a ND, tudod, láttad az ND-t? Meg hát ugye eredetileg ez még Invasion of the Undead címen futott volna. Vagy Undead címen futott volna. És abból lett a Neon Dead. Hát, jó a borító, mert a szörnyek olyan kicsit olyan képregényszerűek. És itt is kinyitják az autónak a csomagtartóját, és van benne fangúrja. Na. Mint az Evil Deadben, ugye a régiben. Jó, hát ez a tipikus szellemidéző marhaság, nem tudok igazából mit mondani, mert minden második horrorfilm tulajdonképpen ez. És a legrosszabb az értékelése talán az összes közül. Ami... Egyesel kezdődik az IMDb-ben valami olyas, valami régi. Valami ilyen, tehát ilyen borzalmasnak tűnik, tipikus szellemtábláztó. Jó, hát ilyen is van. 95 perc. És csak bele nő a képbe a torony. Ismét egy found footage horror. Viszont ennek egy szép ilyen. Ennek szép borítója van, egy az amerikai farkasember Párizsbannak egy kicsit egy ilyen annak a mintájára készült ez a borító. A hátoldala már nem annyira bizalomgerjesztő. Hát jó, de ez még olyan, amit azért úgy meg lehet talán nézni. Vágási két múlva találkozunk, de ezt a farkasos rettenetet. Megmondom őszintén azért valószínűleg, hogyha ezeket megnézem majd, akkor lehet, hogy egy jó egy évig nem dolgozom, mert ki kell hevernem. Mondjuk ez is ilyen több sztori is, egy magánnyomozó, ilyen okkult nyomoz, de gore film, úgyhogy ez már talán azért úgy nézhető lesz olyan szempontból, hogy legalább nem akarják magukat komolyan venni. Things are about to get messy. Hát igen. Model Hunger, Debbie Ocean rendezése. Hú, annak nagyon csúnya borítója van. Ezért megint ilyen kannibál téma, attól, hogy a hideg-ráz már gondolatától modellek. Modellek, meg ilyesmi, meg Debbie Ocean, tehát az mondjuk eleve nem egy olyan nagy... Ő színésznő, meg hatalmas műmellei voltak, ha jóra gondolok. A rendezést nem is néztem volna ki belőle. Revenge is a dish. Hát. Nem egy szép láttál, mint ezt fejjel lefelekeszem fel. Mindjárt eltűnök itt a lemezek tengelyében. De már csak kettő. Akkor pont látszódni fog a fejem. És... Sárkányos. Na ilyen még nem volt. De ez is fegyveres szápa, 60-as évekből kísérletek. Nem tudom. Kísérleteztek a cápákkal. Viszont a szitázás a szép elemeznek. Tipikus cápás, agymenős horror. És azért nézzétek meg, hogy a borítóra vázolnak egy ilyen viszonylag szép cápát. Ha ez így néz neki CG-be, az ember így azt mondja, hogy azért megnézném, hogy ez szép. És figyeljetek, a hátoldalon meg van egy ilyen kupa a 90-es években egy Super Mario filmből, tehát körülbelül úgy néz ki a szörnyeteg. Hát... Nem tűnik, azért nem fog az eredeti Jaws-al versenyni, ez sem van egy ilyen érzésem. És az utolsó filmünk a Ghost Lake és a Demonicus rendezőjétől. Elmegyógyintézetből kiszabadul a beteg, de a kinti világ még rosszabb. Ezzel kapcsolatban egy olyan apró kis sztori, hogy a Ghost Lake-et annak idején a Fangoriánál a tulajdonosok meg akarták venni. Ez csak megint olyan, mint az én fejem. Így.
meg akarták venni a tulajdonosok, hogy kiadják DVD-n a Ghost Lake-et, a rendezőnek a korábbi filmjét, és megnéztem, és mondtam, hogy véletlenül se. Tehát, hogy ezt ne. Te ennek szabad. Megint nagyon büdös a Tokyo, még szerintem a tapintása is mérgező a műanyag, amiből csinálták. De ez így, úristen! Tehát, hogy ezt így mind megmutattuk most. Egy élmény volt. Ugye? Én is élveztem, főleg majd a trailerekkel együtt lesz az igazi. Remélem, hogy Krisz mindegyiknél belevág legalább egy 5 másodpercet tényleg. És hát nem garantálok semmit, hogy ezek után én tudok dolgozni. De köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönöm, hogy megnézhettem. Ígérem, hogy többet ilyen trash összeállítást nem tartunk, de tényleg annyira aranyosak voltak a kiadónál, hogy mondom, ezt akkor tényleg megmutatjuk azért. Meg hát van, aki ezt szereti, tehát társaságok összeülnek, és megnézik ezeket a filmeket, és jól szórakoznak. Nem én vagyok a célcsoport, ennyi. Meg nem te ezek szerint. Ebbe is volt egy-kettő, ami izgalmasnak tűnt, de a java az olyan eléggé gagyika. És hát ez a toxag, ez te gyerekek, ez a toxag. Na jó, hát köszönjük szépen, hogy végignéztetek, vagy végignéztétek a videót, itt voltatok velünk. Lájkoljatok minket, kövessetek minket. Majd még jövünk jobb filmekkel is. Sziasztok! Sziasztok!